Az MDF olcsó, átlátható kampány finanszírozása szólít fel. Nagy Tamás soproni országgyűlési képviselőjelölt szerint a választási időszakban is figyelemmel kell lenni az ország tragikus anyagi helyzetére. Éppen ezért fontos, hogy a pártok ne költsenek többet, mint a meghatározott összeg. Ez jelöltenként 1 millió forint. Nyilvánossá kell tenni a kampány finanszírozási számlákat, ezt a Magyar Demokrata Fórum országosan is megteszi, és a helyi szervezetünk is az MDF honlapján elérhetővé teszi, és a mai sajtótájékoztatón elmondtam, hogy a Magyar Demokrata Fórum soproni szervezete milyen kampányt szeretne. Olcsó szórólapokkal, amit saját magunk terjesztünk, egy-két rádió és televízió spottal, és nem vagyunk hajlandók belemenni ebbe a milliós költségvetésű kandelláber oszlopokkal való reklámozásba, aminek egy darabja a hivatalos választásokra kiadott költségvetésben is 50 ezer forint. 50-100 ilyen kandellábere vannak a reklámozva a politikai ellenfeleink. Ez azt hiszem egyszerű számítással látható, hogy 2,5 és 5 millió forint között van. Akkor hol van itt a törvényesség? Nagy Tamás szerint a kampány célja, hogy a választópolgárok megismerjék az egyes pártok programjait. Ezért is szorgalmazza, hogy helyi szinten és országosan is legyenek nyílt viták a listavezetők és a helyi képviselőjelöltek között.